Nagy volt a zsivaj tegnap a Táncsics Mihály általános iskola tornatermében. A gyerekek lázasan készültek a grundbirkózó bajnokságra, gyakoroltak, melegítettek, hogy mindenki a legjobb formáját hozza majd éles helyzetben. Ez az első ilyen megmérettetés a városban. Célnak a versenynek az, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy a birkózás milyen egyszerű tud lenni. Nyilván a grundbirkózás ugye egy előkészítő sportága a normál birkózásnak, a ma ismert birkózásnak. Három intézmény, a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola, valamint a Várkonyi István Általános Iskola diákjai indultak a versenyen. Előzetes nevezéseket kértünk be, hogy ne legyen gond az itteni mérlegeléssel, ne hozzuk ezzel az időt. 62 induló gyűlt össze, két korosztályt hirdettünk egyébként, első-második osztály és harmadik-negyedik osztály. A bajnokság egyébként Abonyi mintára épül, hiszen ott Lőrinci Attila szervezett hasonló városi megmérettetést. Így jött az ötlet, hogy Cegléden is megrendezzék, mondta a szervező, aki arról is beszélt, hogy a küzdősport milyen jól hat a gyerekek személyiség fejlődésére is. Komolyabbak lesznek, céltudatosabbak lesznek, az életben kitartóbbak lesznek. De a birkózás által szépen megerősödik izomzatuk, és megtanulnak esni is. Az alapos bemelegítés után pedig az éles megmérettetés következett. A legjobbak érmeket kaptak, de senki nem távozott üres kézzel, hiszen minden résztvevő egy emléklapot vehetett át.